Alaposan átalakult az elmúlt szezonhoz képest az élvonalbeli kisvárdai női kézilabda csapat játékos kerete. Az új vezetőedző Bakó Botond a régiek mellett 10 új játékossal ismerkedett meg a felkészülés kezdetén. A szülés után visszatérő Samira Rosa mellett Tena Petika, Dajka Bettina, Udvardi Laura, Dombi Luca, Veronika Habankova, Kondásova Izabel, Siska Pálma, Lajtos Nóra és Bárány Krisztina számít új szerzeménynek. A korábban edzőként legnagyobb sikereit Debrecenben elérő szakember elégedett az edzéseken tapasztaltakkal. A felkészülés eddig jól halad, amit terveztünk, azt teljes mértékben el tudtuk végezni. Hál' Istennek a sérülések elég jól elkerülik eddig a csapatot, és a lányok bírják a terhelést. Úgy gondolom, hogy a taktikai, technikai és a stratégiai szempontok alapján is a tervezetnek megfelelően dolgozunk, illetve haladunk. Biztos vagyok benne, hogy kezdésen minden megfelelően össze fog állni. A legutóbb Dunaújvárosban szereplő Dombi Luca nem teljesen idegen közegbe érkezett Kisvárdára. Azért döntöttem igazából a Kisvárda ajánlata mellett, mert mindenképpen fejlődni szeretnék, és játék lehetőséghez szeretnék jutni, amiért persze nyilván, hogy edzésen meg kell harcolni és küzdeni, de mindent meg fogok tenni ezért. Bakó Botond elmondta, hogy nála alapvető elvárás az, hogy a játékosok mindent megtegyenek a pályán a győzelemért. Én biztos vagyok benne, hogy ez a csapat mindig meg fog halni, és a szívét ki fogja tenni a pályára. Egy harcias, kőkemény védekezéssel fog szembeszülni mindenki, akivel mi játszani fogunk, és ebből megpróbálunk nyilván egy eredményes, gólgazdag mérkőzéseket produkálni, illetve játszani. Azt gondolom, hogy meg kell találnunk azokat az optimumokat támadásból, védekezésbe, a cserék alkalmazásával, illetve lehetőségeinket stratégiailag úgy forgatni a csapatot, hogy mindig a lehető legsikeresebb és leghatékonyabb csapat legyen a pályán. A Kisvárda már játszott két edzőmeccset, hazai pályán 33-23-ra, idegenben 25-24-re verte a Nagybányát Bakó Botond együttese. Csütörtökön Dunaújvárosban azt követően még 6 alkalommal lépnek pályára Dombiék. A bajnoki rajton augusztus 30-án az újonc Szombathely csapatát fogadja a Kisvárda.